Április 8-án boxgálát rendeztek a Diadal úti általános iskola aulájában. Az est kiemelkedő eredménye a 15 éves diadalos tanuló Dóka Aliza K1 junior Európa bajnoki győzelme volt. Osztrák ellenfelét csak a gong mentette meg a kiütéstől. A VPKC világszervezet profi junior Európa bajnoki címét nyerte el kerületünk 15 éves box tehetsége Dóka Aliza. A Diadal úti általános iskola aulájában rendezett boxgálán osztrák ellenfelét győzte le. Liza a legszívesebben KO-val nyer, ami kis hián most is sikerült, de az ötödik menet végén megszólalt a mérkőzés végét jelző gong. Mindig jó érzéssel tölt el, mert egyfajta olyan drukkot ad bennem, hogy valamit jól csináltam. A felkészülés során, amit időt és energiát belefektettem, az most itt látszik meg a legigazán, hogy mennyire tudtam alkalmazni, és az a legjobb érzés, amikor egy KO-t tudok adni az ellenfélnek, mert ezt megtartja a munka gyümölcsét. Liza a Diadal úti általános iskola 8. osztályos tanulója, tehát még bőven van ideje tervei megvalósítására, melyek igencsak nagyszabásúak. A K1 junior Európa bajnoki cím csak egy lépés a kitűzött cél felé vezető úton. Liza szeretne ifjúsági profi világbajnok lenni, és ez egy cél. Ehhez a célhoz vannak apró állomások, és ez az Európa bajnoki öv megszerzése, ez egy állomás volt, hogy elérje a céljait. Ezt egy-két éven belül szeretné teljesíteni, bízunk benne, hogy ezt az övet most meg kell majd védeni ebben az évben, és egyre több nemzetközi versenyzővel kell tapasztalatot szereznie, hogy igazán oda tudjon érni a világbajnoki cím közelébe. Az este másik fő mérkőzése Méhész Dániel és Kovács Gábor kisváltósúlyú profi magyar bajnoki címmeccse volt. A sportolók végigboxolták a 10 menetet. Küzdelmük annyira kiegyenlített volt, hogy végül döntetlen született. Én bízom benne, hogy ezt a mérkőzést ezt meg fogják ismételni, és dőlőre viszik, hogy ki lesz a magyar bajnok. Liza legközelebb május 6-án Kistarcsán lép ringbe, a 17. kerületben pedig előreláthatólag május végén láthatja a közönség. Dóka Aliza május 1-i Fitmix című műsorunkban mesél bővebben terveiről és szenvedélyéről a boxról.